Kedves testvéreim, kedves érdeklődők, kedves követő, aki figyeled a YouTube csatornán, Facebook oldalon, TikTokon a munkásságomat, talán emlékszel arra, ha nem, akkor szeretném elmondani neked, hogy 2021. október és 2021. decemberek között egy 10 részes sorozatban ülök és mesélek. Most már, hogy elindult ez a második fejezet, ülök és mesélek 1.0-ban. A 10 részben elmeséltem az életem történetét, és ezt kimondottan azért tettem a legnagyobb őszintességgel, amiben benne volt mindenféle mocskos rongy dolgom, mindenféle előnyöm, hátrányom, hogy a szolgálatomat, az életemet olyan szinten hozzam világosságra, hogy ne legyek támadható, ne legyek beleköthető, illetve reméltem, akkor még csak reméltem, hogy a bizonyságom az életeket, lehetőségeket tud adni másoknak, életeket tud menteni, mert meg van írva, és ez is a mottója ennek a második évadnak is, hogy az igaz bizonyság életeket ment. Talán harmadik évad nem lesz, de mióta befejeztem ezt a sorozatot 2021 óta, ugye 2021. december közepén, valamikor karácsonykor maradt abba a 10. fejezettel, hetente jelentek meg, október és december között 2021-ben részek, amelyekben a magánéletemről, gyülekezeti életemről, vívódásaimról, híd gyülekezetéből való kilépésemről, és még családomról, bűneimről, erényeimről, hátrányaimról, tehát próbáltam őszintén feltárni azt a 45-46-47 évet, ami tulajdonképpen 47-48 év volt akkor, ami tulajdonképpen ahhoz segített engem hozzá, hogy leraktam a lantot, és nyugodt szívvel, nyugodt lelkiismerettel, tiszta lélekkel szolgálhattam az Istent, sokakat pedig ahhoz segített hozzá, hogy segített feldolgozni az ő múltjukat, az ő nehézségeit, az ő küzdelmeit, az ő vívódásait. És ugye 2021. decemberre óta nagyon sok mindenen mentünk keresztül, és gondoltam, hogy néhány részben egy ülök és mesélek 2.0-ban, ez divatos, ez az 1.0, 2.0, egy kicsit fiatalos, egy kicsit érthető mindenki számára, talán egy 5 részben, nem lesz ez olyan hosszú, mint az első volt, talán egy 5 részben elmesélem, hogy mi is történt azóta, és összefoglalom, hogy mi zajlik a magánéletemben, mik a vívódásaim. Hát, ha ez az 5 epizód szintén valakiknek bizonságul fog szolgálni, és valakiket segít átbillenteni különböző élethelyzeteken. Az első része az ülök és meséleknek, főleg magánéleti nehézségeket, gyülekezetből való kilépési nehézségeket segített feldolgozni sok-sok-sok-sok 10 000 embernek, és azóta a vívódások, az eldöntendő kérdések nem kevesebbek lettek, hanem többek, ezért úgy gondolom, hogy ezek a körülbelül 50 perces, 60 perces részek, epizódok, ezek segíteni fognak sokatoknak feldolgozni bizonyos történéseket, eseményeket. Nem csak egyháztagokhoz szólnék ezzel, nem csak hívőkhöz, nem csak azokhoz, akik hétről hétre követik, vagy hébe-hóba követik a munkásságomat, a tanításokat, a prédikációkat, a különböző megjelent videókat, hanem azokhoz is szeretnék szólni, akik még a hitélet elején járnak, vagy egyáltalán el se kezdték, ha eljut hozzájuk ez a sorozat. Hétről hétre élő adásokban veszek részt, tehát szombaton prédikálok, vannak élő kérdezfelelekek, és a prédikációk, az élőadások, a tanítványképzés egyszerűen nem alkalmas arra, hogy az ember őszintén minden részletre kiterjedően elmondja a vele történteket, sőt, én egy olyan fajta ember vagyok, aki nagyon sokáig magamba folytom a velem történteket, és nem is szeretek nagyon róla beszélni. Ez talán az ember egy olyan generációnak a tagja, és ahogy elmeséltem az első 10 részben, én egy olyan családból jövök, ahol rengeteg minden rossz dolog történt, és ezért megtanultuk elfojtani a dolgokat, együtt élni a dolgokkal, de nagyon sokszor azt látom, nem magam miatt, nem sopánkodás miatt, nem
egy ilyen érzelemkeltés miatt, hanem azt látom, hogy a bizonyság, az igaz bizonyság arról szól, hogy az ember időről időre, nem hetente, nem naponta, de most már eltelt jó pár év azóta, mióta befejeztem ezt az első sorozatot, tehát időről időre talán abban tud segíteni másoknak, hogy nem csak vele történik olyan, hanem mással is, és ha az ember őszintén nem kiszínezve elmondja az élete dolgait, akkor ez nagyon sokat tud segíteni. És még egyszer, a mottója ennek az, hogy az igaz bizonyság életeket, lelkeket ment meg. Én nagyon szeretem ezt a műfajt, mert látjátok, nem kell hozzá semmi, kopár falak, egy szék, és tulajdonképpen egy őszinte szív kell hozzá, és ha az ember szívből tud beszélni, kendőzetlenül tud beszélni, az nagyon sokak számára segítséget fog nyújtani. Tehát visszakanyarodva, az élő adások az életem megváltozott, hisz hát rengetegen hallgatják azt a munkásságot, vagy azokat az üzeneteket, amelyeket én dombovári közösségben elmondok, és a kis közösségünk élete is tulajdonképpen maradtunk ugyanaz a kis közösség, 15-20 fővel, nem többel, nem kevesebbel, és megmaradt egy mag, aki abszolút végzi mindenki a maga területén azt, amit az Isten rábízott, és közben pedig az internetes megjelenésekkel, tanításokkal pedig ismerté vált ez a kis közösség szerte az országba, és hát talán szerte a világba, ezt lehet mondani, különösen a magyar ajkúak között. És ezért ez rengeteg feladattal jár. Ha a közösségünk életét nézem, előtte, ugye mielőtt kiléptünk a Híd gyülekezetéből, amiről az első Ülök és mesélek jó pár része szólt, azelőtt éltük a gyülekezeti életünket, tehát a saját magunkkal voltunk elfoglalva, a saját problémáinkat megoldottuk, saját vágyainkat kielégítettük, táborokba jártunk, és még sorolhatnám tovább, végeztük azt a klasszikus egyházi életet éltük, ami tulajdonképpen nem sok vizet zavart ebben a világban, sem az egyháziban, sem egyáltalán a körülöttünk lévő világban. És ezért az élőadások, az istentiszteletek nem olyan keretek, amelyekben az ember őszintén fel tudja tárni, ami a szívében van. Ott az embernek egy fegyelmezettséggel kell hirdetnie az igét, habár ez rám nagyon nem jellemző, mert ami a szívemen, a számon, de egyszerűen ott nem lehet a történteket hétről hétre, a hétköznapok történéseit, a színfalak mögött lévő történéseket feltárni, mert azok nagyon félreérthetőek lennének, illetve egyetértek vele, hogy a prédikáció, a tanítás műfaja nem alkalmas arra, hogy mindenféle dologgal foglalkozzunk, hanem ott kimondottan az Isten igéjével kell foglalkozni. Rengeteg dolog merült fel azóta, már nem csak a Híd gyülekezetével, vagy egyáltalán az én volt gyülekezetemmel kapcsolatban, nem csak a kilépésünkkel kapcsolatban, hanem azt lehet látni, hogy ma már a gonoszságnak, a hamisságnak, a hazugságnak, amire oda kell figyelnünk, rengeteg szereplője van Máté evangéliumban. Jézus kendőzetlenül beszél róla, hogy a végidőket arról fogjuk felismerni, hogy megszaporodik a gonosz, megtelik gonoszsággal ez a föld, bűnnel, megtelnek a szívek, megkeményednek a szívek, és mindezeket rengeteg hamis Krisztus, hamis proféta, hamis apostol, és még nagyon sok mindent, amit felsorol a Máté evangéliumban, kíséri. Rengeteg lett a vallásos őrült, a szuperszellemi, bocsánat, a hibbant ember, aki a vallásban keres menedéket, és a vallás ki is szolgálja az őrülteket is, a hibbantakat is, nem tesz ebben különbséget, mivel a vallást nem Isten alapította, hanem a sátán alapította, ezért érdemes erre úgy nézni, Isten nem alapított vallást ezen a földön, hanem a sátán alapít vallásokat, rengeteget, mindenféle igényt kiszolgáló vallásokat, és a vallásokra az jellemző, hogy nem az igazság alapján működnek, mivel a vallás alapító a hazugság atya, ezért itt főként, nem főként, hanem 100%-ban a hazugság dominál. Az, hogy a hazugság atya, a sátán különböző formákban, fényesség angyala, ordító oroszlán, rengeteg formában tud, az igazság szólója rengeteg formában tud megjelenni, ez csak annyit jelent, hogy nehezíti esetleg a megkülönböztetést, de egy igaz hívőnek a végidőkben egyetlen egy tulajdonságát Isten meg fogja erősíteni, és ezért küldetett el a Szentlélek, hogy elvezessen bennünket minden igazságra,
hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz között. Ezért én ebben a néhány részben, én egy 5 részesre tervezem ezt az Ülök és mesélek 2.0-át, összeszeretném szedni azokat a gondolatokat, azokat az őszinte eseményeket, amik megtörténtek, fogok segédanyagokat rakni majd, illetve dokumentumokat minden egyes rész alá, amit el tudtok érni, és bárki, amit elmondok, azt természetesen mind alá tudom támasztani, illetve az életem elmondja ezt, de dokumentumokkal is. Szeretnék egy őszinte állapotrajzot festeni arról, ami az elmúlt években történt, és hitem, reményeim szerint évről évre iszonyatosan átalakul a kereszténység, az egyházasdi, az állammal való összeállás erősödik. Reményeim szerint ez nagyon sokaknak felébreszti az alvó gondolatait, felébreszti a vakká vált szemeit, és felébreszti a süketté vált füleit, és nagyon sokakat meg fog erősíteni döntésekben, nagyon sokak döntéseket fognak ez alapján hozni, úgyhogy ezzel a reménységgel vágok bele az Ülök és mesélek sorozatban. Ebben az első epizódban néhány gondolatot szeretnék elmondani, és talán ezt annak szánnám, hogy ha megengeditek, hogy mielőtt különböző részekbe az epizódoknak mindegyiknek adok egy címet majd, amivel nagyjából lehet tudni, hogy miről szól, de ebben az első részben elmondanám, hogy mi történt velem, illetve a családommal. És ugye ott szakadt meg a dolog a 10. részben, hogy kiléptünk a híd gyülekezetéből, és elmondtam a kilépésnek a körülményeit, előzményeit, utózengéjét, utóhatását, de természetesen egy gyülekezetből való kilépés, főleg egy ismertebb személynek, mint amilyen én voltam, nem megy olyan egyszerűen. Sajnos a gyülekezetek, tisztelet a kivételnek, nem nagyon engedik el az embereket, már akkor sem, akkor is utána nyúlnak, hogyha nem árt senkinek, és nem csinál semmit, és nem megy nyilvánosság elé, mint ahogy én tettem. Pontosan azért, mert inkább valláskárosodásba hajtják, csak az ott tapasztaltakról ne beszéljen, legyen süket, legyen néma. Nagyon-nagyon sokak, tudjátok, azért nem mernek megszólalni, mert rengeteg minden gonoszságot tapasztaltak, amivel nagyon tudnának segíteni az embereknek, de azért nem mernek megszólalni, mert amikor elbocsátanak egy gyülekezetből, és ez a híd gyülekezetéből is, akik eljöttek, nagyon sokan azért nem beszélnek, mert tulajdonképpen fogadalmat tetetnek velük, és ezek zömében mind becsületes, rendes emberek voltak, csak felismertek valamit, és utána ez miatt, a fogadalom miatt nem merik elmondani azt, ami velük történt. Én itt mindjárt leszeretném szögezni, engem az elmúlt években az a vádér, hogy gyűlöletet keltek, indulatokat keltek, a prédikációim nem szólnak másról, csak gyűlöletkeltésről, és ezt azért szeretném letisztázni, mert ez egy ördögi csapda, ezt főleg azok terjesztik és azok mondják, akik valamilyen gyülekezetben, egyházban érdekeltek, vagy valamilyen személy felé érdekeltek, mert összekeverik a gyűlöletkeltést, összekeverik azzal, hogy mit jelent az, hogy kimondani azt, amit tapasztalsz. És az történik, hogy tulajdonképpen összekeverik az igazságnak a kimondását, a megtapasztalásoknak a kimondását a gyűlöletkeltéssel, és ezzel embereket akarnak befolyásolni, hogy ne hallgassák azokat az embereket, akik őszintén arra tették fel az életüket, hogy nem fognak tovább hazudozni, és nem fognak tovább mellé beszélni. Ezért mind a magánéletemben, mind a gyülekezeti életemben azt tudom elmondani nektek, hogy 2021 óta nagyon-nagyon sok küzdelmen megyünk keresztül. Hétről hétre, akik láttok keddenként vagy szombatonként, ezt talán nem jelenik meg annyira az embernek az arcán, a szívén, a lelkén, de komoly, mély támadásokon, problémákon megy keresztül az ember. A személyes életemben annyi betegség, annyi megkörnyékezés betegség által, ami az elmúlt években volt, talán 52 éves leszek most ebben a hónapban, áprilisban, de talán ennyi még nem ért az elmúlt 50 évben. Viszonylag egészségesen tartom magamat, mégis lehet látni, hogy olyan dolgok bukkannak fel, amelyek egyértelműen arra utalnak, hogy az egészségem támadva van, és hogy korlátozva legyek a testemben való mozgásomban. Ugye említettem talán egy évvégi 30-ai, 31-ei alkalmunkon elmeséltem, hogy 2018-ban, 19-ben, 20-ban cukorbetegség
betegséggel küzdöttem, ami azt jelenti, hogy inzulinos kezelésre szorultam volna. Ez 2011-ben már egyszer előjött, és aztán utána ez folytatódott, és egyre súlyosabban jött elő, de ahogy jött, úgy ment. Mindig, amikor az ember odaszánja magát, őszintén leborul az Isten elé, és azt mondja, hogy az életem a kezedben van, csinálj, amit jónak látsz, akkor az Isten mindig beleavatkozik. Én nem tudom, hogy kinél, hogy zajlik, és nagyon fáj a szívem, hogy nagyon sok ember meggyógyul, de különösen ez nem ezért fáj a szívem, hanem azért, hogy nagyon sok ember nem gyógyul meg. Én nem tudom, hogy hogy zajlik ez. Igazándiból őszinte leszek hozzátok, nem is nagyon értem, hogy Isten mi alapján válogat, hogy kit gyógyít meg, kit nem gyógyít meg. Egyet biztosan tudok, hogy a szív nagyon sokat jelent. Hogyha az ember, ahogy Ábrahám fölviszi Izsákot a hegyre, és kész arra, hogy megáldozza a fiát, azt, akit az Isten egyszem fiúként hosszú-hosszú évtizedek után adott neki, és amikor Isten ezt a szándékot, ezt látja az emberbe, hogy kész az életét is letenni, én azt gondolom, ahogy Ábrahám Izsák esetében úgy közbe tud avatkozni. Nagyon sokszor mi annyira görcsösen ragaszkodunk, vagy görcsösen el akarunk érni valamit, akár egy gyógyulást, akár egy szabadulást, akármit, ami mindenképpen terheli az életünket, és borzalmas ezekkel együtt élni. Én azt látom sokszor, hogy ez csak nehezíti a dolgokat, hanem amikor az ember azt mondja, hogy életem, halálom, Uram, a te kezedben van, tőled kaptam, te veheted el bármikor. Amikor az ember ezzel tudatosul, akkor az Isten azt gondolom, hogy nagyobb százalékban bele tud avatkozni az ember életébe. És én amióta így őszintén átadtam az életemet a börtönévek alatt, ugye, amiről beszéltem az első részében az Ülök és meséleknek, azóta egy forradalmi változás történt bennem, mégpedig az, hogy nem ragaszkodom annyira az életemhez. Ez nem azt jelenti, hogy én el akarom dobni, csak egyszerűen ebben a világban megértettem azt, hogy átutazó vagyok, megértettem azt, hogy az én teremtésem az arra szolgál, hogy az Istennel közösségben legyek, és ebben a földi életben tökéletes, teljes közösségben nem fogok tudni vele lenni, ezért készíti az őt szeretőknek János 14-ben Jézusnak talán az egyik legszebb mondatai között vannak, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van, ezért készíti az atya a házában mindazoknak, akik tényleg őrá vágynak a lakhelyeket, és ezért az ilyen ember, aki az atyához készül, nem meghalni akar, nem szuicid hajlamai vannak, nem akar öngyilkos lenni, nem akarja eldobni az életét, nem depressziós, csak egyszerűen vágyik arra a jobbra, amit megízlelt. Azok nagyon könnyen el tudják engedni ezt a földi életet, és Isten viszont azt látom, hogy ezeket tudja, az ilyen gondolkodású, szívű embereket tudja a legjobban használni. És ezért másodszor is kijöttem a cukorbetegségből, ami azt jelenti, hogy nem szorulok inzulinos gyógyszeres kezelésre, oda kell figyeljek természetesen az életmódomra. Isten ezzel minden bizonnyal arra akarta felhívni a figyelmet, hogy oda kell figyeljek az életmódomra. Évtizedek óta lestrapálom a testemet, tehát nagyon ambiciózus vagyok olyan szempontból, nagyon maximalista, hogy a feladatokat maximálisan elvégzem, és igazándiból rá kellett jöjjek arra, hogy én szeretek dolgozni, szeretek tenni, szeretek alkotni, és ezt túlzásba viszem, és ezért nem pihentettem meg a testemet, és kijött egy cukorbetegség. Ami, hála Isten, ma ott tart, hogy eszek mindent, fogyasztok édességet, tehát semmi különbség nincsen. Egy kicsit odafigyelek az életmódomra, tehát a mozgásomat, mivel irodában töltöm az életem nagy részét, a mozgásomra oda kell figyelni, de arról tudok beszámolni nektek, hogy az én gyógyulásom nem azért történt meg, mert én vagyok a Rostály Zoli, nem azért történt meg, mert én nem vagyok nélkülözhető, hanem azért történt meg, és ez talán sokaknak fog segíteni, hogy letettem az életemet, és nem okozott problémát az, hogyha elköltözök erről a földről, nem okozott problémát az, hogyha kilépek ebből a földi valóságból, hanem a szívem vágya az a mai napig az, hogy meglássam az Isten színről színre. És amikor az ember elenged mindent, el tudja engedni még az életét is, lásd Ábrahámnál, az életénél drágábbat, a fia életét el tudta engedni, akkor az Isten mindig valahogy nagy erőkkel be tud avatkozni. Annyi mindent próbáltunk, testvérek, a gyógyulással kapcsolatban, a kézrátételtől, a csodadoktorokig,
a mindenféle irányzatot a mai napig ezzel szedik ki az emberek zsebéből a legtöbb pénzt, de higgyétek el, és ezt őszintén hívőként mondom nektek, amikor elengedtek mindent, amikor már nem lényeges, hogy meggyógyulsz vagy nem gyógyulsz meg, és ez nem lemondás, hanem egyszerűen tényleg olyan az életed, hogy átadsz mindent az Istennek, akkor tud a legjobban beavatkozni az Isten. Azt mondja, hogy amikor a leggyengébb vagy, akkor vagy a legerősebb. Amikor mindenféle ellenkezés, akaratosság, minden kimegy az emberből, akkor tud az Isten a legjobban könyörülni az emberen. Akkor érezzük át a legjobban, és tudjátok, minden gyógyulásnak akkor van értelme, nem az, hogy milyen könyv születik belőle, vagy milyen bizonyság, hanem akkor van értelme, hogyha az ember közelebb kerül ezáltal az Istenhez. És én azt tudom nektek elmondani, hogy ebből a cukorbetegségből kikerülve, ami igen súlyos volt, tehát napi 3-4-szer inzulinnal kellett volna kezeljem magamat, 2-szer egy hetet kórházban is töltöttem, nagyon magasra, 28-31-esre felszaladt a cukrom. Ezekből visszaálltam egy 5 és 6 közötti cukorra, és mindig figyelek arra, mert tudom, hogy Isten meggyógyít, de nem is akarom kísérteni se az Istent, hanem egyszerűen azt látom, hogy ebben a testben addig maradunk, amíg az Isten jónak látja, amíg az Isten tud bennünket használni mások számára, és utána azt is tudomásul kell venni, hogy ezzel a testtel az Isten azt kezd, amit akar, ő alkotta, ő tud vele bármit kezdeni, és higgyétek el, hogy a legjobb helyen Isten kezében van. Aztán, amikor kikeveredtem ebből a cukorbetegségből, akkor 2021-et írunk most már, 2021 évvégén, 22-ben egy dudor kezdett el nőni itt a torkom alatt, az Ádám csutkám alatt, és nagyon sokáig teljesen, én nem jártam orvoshoz, házi orvosunk úgy halt meg, hogy talán 2-szer láttam, és 30-20-valány éve járunk oda hozzá. Azt hittem, hogy be van gyulladva az Ádám csutkám, szóval nem mentem orvoshoz, és ezért ugye én mással foglalkozom, nem orvoslással, nagyon laikus, gyerekes hozzáállásom volt ehhez, és csak nőtt ez a dudor, és 2022-ben elmentem egy kivizsgálásra, amikor kiderült, hogy nem fájt, meg semmi nem volt, csak kezdett elmenni a hangom. Igazándiból arra ment ki a játék, hogy én elhallgattasson az ördög, és kezdett elmenni a hangom. Nagyon, nagyon sokat küzdöttem, ti ezt nem hallottátok a prédikációkba, de nagyon sokat küzdöttem a hangommal, alig bírta ki azt az 1-1,5 órát a hangom, és elmentem egy kivizsgálásra, és a kivizsgálásról beutaltak egy nagyobb vizsgálatra, és 2022 valamikor őszén kiderült, hogy pajzsmirigy rákot diagnosztizáltak. Ami azt jelenti, hogy csak az egyik oldalon, tehát a jobb oldalon diagnosztizálták, de 2022 a diagnosztizálás után talán egy hónapon belül kaptam műtéti időpontot is. Úgy volt, hogy 2022. december 21-én megműtenek. Ugye ennek a műtétnek azon túl, hogy a pajzsmirigynek a hormon termelésben nagyon sok minden, tehát rengeteg szerepe van, azon túl a hangszálaimra nézve is ennek a műtétnek nagy veszélye volt, tehát elveszthettem volna a hangomat, és egy olyan orvost fogtam ki, aki én bedobtam a gyeplőt a lovak közé, ez hétköznapi nyelven azt jelenti, hogy ugyanazt az elvet vallottam, illetve amit a cukorbetegségnél, hogy Istenem, hát ha ez a te akaratod, akkor legyen. És ilyenkor az ember nem fafejjel megy, hogy akkor most nem megyek orvoshoz, hanem legyen az a akaratod, ami lesz. Ha életem megy, ha marad. Ezért csak itt még egy gondolatot engedjetek meg, hogy hadd mondjam azt el, hogy nagyon jó szeretni úgy ezt a láthatatlan, megfoghatatlan, néha érthetetlen Istent, hogy az életedet is odaadod érte. Valahol azt kell megérteni, hogy az ágápé szeretet nem az, hogy ágápénak hívják a gyülekezetet. Az ágápé szeretet nem az, hogy 650-szer elmondjuk, hogy ágápé szeretet, ágápé, hanem az ágápé szeretet az, amikor az életedet is oda tudod adni egy másikért. És higgyétek el, hogy különösen az egy mély szeretet, és természetesen ez emberek felé is megnyilvánul, amikor az Istent úgy tudod szeretni.
amikor már nem az igéje miatt, nem az miatt, amit ad, nem az miatt, amit kérsz tőle, nem megfontolásból, nem félelemből, nem biztonságkedvéért, nem megszokásból, nem vallásosságból, hanem azt mondod, hogy annyira szereted, annyira szeretnéd látni, hogy tulajdonképpen az életedet is bármikor elveheti, mert nyugodt vagy abban, mit jelent ez, hogy odaadni az életedet Istennek, hogy biztos vagy benne, van egy belső meggyőződésed, egy üdvbizonyosságod van. Ne féljetek, drága testvéreim, ettől a szótól, hogy üdvbizonyosság. Ez nem attól lesz az embernek, hogy mennyi igét olvas, mennyi istentisztelete jár, melyik gyülekezetbe jár, hanem attól lesz az embernek üdvbizonyossága, hogy kész az életét bármikor elengedni, bármiért elengedni az életét azért, hogy meglássa az élő Istent. És ahogy azt mondja, hogy az emberek között a legnagyobb szeretet az, amikor valakiért az életedet adod, higgyétek el, az Isten nem fogja, akkor veszi el az életünket, amikor ő jónak látja, amikor ez szükséges, de amikor azt kifejezzük az Isten felé, hogy én kész vagyok bármikor itt hagyni ezt a földi valóságot, hogy téged lássalak, családomat, bárkit kész vagyok itt hagyni, és tudom, hogy ez most kemény beszédnek tűnik, de kész vagyok, azt az Isten higgyétek el, hogy az leveszi a lábáról, ha megengedtek ilyet. Úgyhogy én erre bátorítalak benneteket, hogy az Isten szerelme, az Isten tüze égessen bennünket, mert az a gyógyulásban, a szabadulásokban óriási szerepe van. Évtizedek óta csak az én életemben üzögetik a démonokat, gyógyítgatják az embereket, és én azt látom a szolgálatom alatt, hogy egyre több a démonizált keresztény ember, és egyre több a beteg ember. Tehát nem ez a kulcsa ennek, hanem nem becsülöm ezt le, és nem vetem el, mert bele tud avatkozni így az Isten, de meggyőződésem, hogy az ábrahámi hit az azt jelenti, hogy mindent, a legdrágábbat, és mi a legdrágább az embernek? Nagyon sok esetben az élete. A legdrágábbat is kész odaadni az Istenért, és ez forradalmi változásokat tud hozni. Még a műtét előtt, amikor diagnosztizálták, többször szúrták a torkomat, vagy itt a nyakamat, mintát vettek belőle, stb. Megkaptam a műtéti időpontot, és aztán összeült egy, amikor az ember rákossá válik, akkor összeül egy tanács, aminek van egy vezető orvosa, és ez a vezető orvos elrendelt még egy utolsó vizsgálatot a műtét előtt, és az utolsó vizsgálat a műtét előtt azt mutatta, aztán utána ez több vizsgálat követte még, de arra jó volt ez a vizsgálat, hogy a műtétet el tudták halasztani, így 2022. december 21-én nem műtöttek meg, hanem elhalasztották ezt a műtétet, és az a daganat, ami ott volt, az összezsugorodott 6 mm-esre, betokosodott, kiszáradt, és mintavételre alkalmatlanná volt, tehát tulajdonképpen, mintha kerítéssel körbe kerítették volna, tehát nem tud, nem terjed azóta sem, ugye most már ennek két és fél éve, tehát nem terjed azóta sem, hanem abban a méret tartományban, ahogy összezsugorodott, ott maradt. Nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy nagyon hálás voltam ezért Istennek, elkerültem a műtétet, nem kellett kockáztatni a hangszálaimat, a műtét során nem vesztettem el a hangomat. Tudjátok, amikor az ember hétről hétre kiáll, ott is egy nagyon érdekes érzés volt, hogy nem is annyira a műtét vagy a betegség zavart, hanem azt mondtam úgy az Istennek, hogy mit fogok én csinálni hang nélkül. Aztán rájöttem, hogy hát nem lényeges ez, amikor az ember el tudta engedni a saját fontosságát, hogy akkor majd mi lesz a hangom nélkül, hát semmi, Istenem, majd megoldod, majd lesz más. Százak, ezrek, azt csinálsz, amit akarsz, a kövekből is támasztasz fiat, amikor az ember elengedi ezeket a félelmeit, amik azért nem egyik napról a másikra mennek természetesen, akkor nagyon-nagyon-nagyon tud az Isten beavatkozni. Én nagyon sokszor a kamerák előtt, vagy amit láttok belőlem, erősnek látszok, de a lelkem nagyon sokszor megrendül, mert arra jöttem rá, hogy mennyire igaz ez az ige, hogy amikor az ember a leggyengébb, akkor a legerősebb. És tulajdonképpen a vizsgálatok azóta is, fél évente járok ilyen kontrollokra, nem lehet egy ilyen rák kimutatása után, ugye az orvosok abban gondolkodnak, hogy bármikor kiújulhat. És én is gondolkodtam rajta, hogy Istenem, ha ezt így megoldottad, hogy nem kellett itt kipakolni a pajzsmirigyt, meg még mit tudom én, milyen dolgokat nem kellett megcsinálni, akkor miért nem lehetett eltüntetni azt onnan? És ugyanígy voltam a cukorbetegségnél is, hogy ha nem figyelek oda az életmódomra, ha nem figyelek oda, mindent tehetek, még egyszer mondom. Tehát ha nem figyelek oda gyógyszer nélkül, ha nem figyelek oda bizonyos dolgokra, akkor
akkor azonnal az Isten figyelmeztet, és ott hagy, mint egy felkiáltó jelet, hogy én nem tehetek azt magammal, nem lehetek felelőtlen, nem engedhetem meg magamnak azt, amit meg akarok, mert a testünk arra rendeltetett ebben a földi életben, különösen akik újjászülettünk, hogy az Isten szolgálja ez a test, az Isten dicsőségét. Ezt is nagyon sokan nem értik. A testünk nem arra van, hogy mindenfélével kielégítsük, hanem a testünk arra van, hogy az Isten céljaira, az Isten szolgálatába tudjuk beállítani. És ez a két mélyebb betegség, ez arra volt nekem jó, hogy megtanultam, hogy az Isten kezében van az életem, megtanultam azt, hogy nagyon szívből vágyom meglátni az Istent, és ez mindennél fontosabb nekem, minden földi dolognál fontosabb nekem, és még egy dolgot megtanultam, hogy nem elég, ugye 10 bélpoklósból 10-et meggyógyít az Isten, 10 leprásból, de csak egy megy vissza köszönetet mondani, és nagyon sokszor az Isten ott hagy intőjeleket. Ugye Pál apostol elmondja magáról, hogy volt egy tövis az életében, így fogalmaz, hogy ez most betegség volt, milyen küzdelem volt, de egy olyan küzdelem volt, amit azt mondja, hogy háromszor kértem az Istent, de nem szabadított meg tőle, és ott maradt az életében. És nagyon sokszor, különösen akik szolgálják az Istent, tényleg mások előtt, tehát mások hasznára van az életük, minden élet más hasznára van, de akik tényleg egy kicsit látványosabban csinálják ezt, vagy erre rendelt őket az Isten. Erre is rájöttem, különösen itt, hogy itt van még mindig ez a 6-7 milliméteres valami, hogy rájöttem arra, teljesen ártalmatlanul, rájöttem arra, hogy ezeket mind azért hagyja meg az Isten, ezek jelek. Ahogy Izrael életében voltak emlékeztető jelek, oltárt állítottak. Miért? Hogy ha arra ránéznek, akkor jusson eszükbe, hogy az Isten kezében van az életük, és nem cselekedhetnek azt emberként, amit akarnak. Hajlamosak vagyunk, még betegek vagyunk, vagy még nehéz helyzetben vagyunk, legyen az bármilyen nehéz helyzet, nagyon küzdeni és nagyon összeszedni magunkat, és hajlamosak vagyunk, amikor kikeveredünk belőle, akkor pedig olyanná válni, hogy egy idő után elfelejtjük azt, hogy honnan is jöttünk ki. És Isten mindig néha azért hagy meg dolgokat a testben, hogy az emlékeztessen bennünket arra, hogy meghagyta a szivárványt, ami emlékeztet bennünket az Isten szövetségére, ahogy sok mindent meghagyott ebben a földi életben, úgy a testben is meghagyhat dolgokat, amik arra utalnak, hogy az ember nem a saját maga kezében van. Tudjátok, ezek a dolgok, a próbák nagyon sokszor azért történnek meg bennünk, hogy megtanuljuk azt, hogy az életünk nem a saját kezünkben van. És ha ezt most megtanuljuk, amíg viszonylagosan békeidő van, és ezt most már csak idézőjelbe rakom, higgyétek el, nem fog egyik percre a másikra menni, hogy egy nehéz helyzetben az ember azonnal át tudja magát adni az Istennek. A Jelenések 7 szerint csak azokat fogja tudni elpecsételni az Isten, akik ezt már élik, ezt a dolgot, élik az Istennel való közösséget, és mi a legmélyebb közösség, mi az egy lényegűség az Istennel, az, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A Krisztusé lesz mindenem. Mindenem. És ezért azóta vizsgálatokra járok, de ez a két betegség az mellett, hogy nagyon sok álmatlan éjszakával járt, ilyenkor átül az emberre szentimentalizmus, nagyon sok minden követi ezt, de ezek mind arra voltak jók, hogy megtanultam, hogy mi is az a gyógyulás, megtanultam azt, hogy miért is van ez, mire van a test, tehát sok baja van az igaznak, de valamennyiből ki tudja menteni az Úr, de akkor érdemes ezekből kimenekülni. Bocsássatok meg, a 10 bolpoklósból annak az egynek volt értelme kimenekülni, mert a 9 meggyógyult, élte az életét, visszamehetett a családjához, óriási dolog volt, de a belseje, az élete, az Istennel való kapcsolata nem változott meg. És az Isten ezt a földi életet arra adja minden embernek, hogy megismerjük őt, hogy felkészítsen bennünket a vele való együttlétre. Higgyétek el, egy élet is kevés szinte arra, erős isteni közbeavatkozások kellenek, hogy abban a 6000 évben, amióta az ember bűnbe esett, annyi minden károsodás érte az embert. Ugye nem olyan rég tanítottam a bűnről egy sorozatot, amiben nem kevesebbet mertem kimondani, mint hogy minden a bűnnek a következménye, a bűnnek a gyökere, az eredője, pedig az ember egoizmusa. És higgyétek el, hogy egy betegségben, egy anyagi nehézségben, egy mély
problémában sokkal jobban tudjuk szeretni magunkat, ott derül ki, hogy mennyivel jobban szeretjük magunkat, mint mást. Ezeket a lehetőségeket azért adja az Isten, hogy megtanuljuk ezekben a nehéz helyzetekben is, nem, mert kézenfekvő, hogy egy betegségben magaddal többet foglalkozol, egy nehézségben magaddal többet foglalkozol, de a nehéz helyzetben is megtanod az Istent szeretni, az Istennek átadni mindenedet, az nagyon sokat tud segíteni. És ezért, aztán amikor ezek a betegségek elmentek, akkor utána nagyon érdekes volt, hogy már a hangom nem volt veszélybe, nem voltam rákos, nem vagyok rákos, ehetek, élem az életmódomat, ehhez az kellett, hogy többet mozogjak, többet fussak. Utána fizikai voltomban lettem megtámadva, először a lábam állt meg egyik napról a másikra, tehát egyszerűen rálépni nem tudtam a lábamra. Ugye amikor ilyenekről beszélek, sokan hétről hétre láttok, nem derült ez ki. Isten egy nagyon nagy csodát végzett abban a másfél órában, amíg élőadásban voltam, vagy prédikáltam, azokban mindig szinte nyom nélkül elmúltak a fájdalmak, de aztán ott maradtak. Először a lábam, alig tudtam ráállni, aztán a könyököm, és ment végig az embernek az egész testén, utána abban voltam megtámadva, hogy ne tudjam egészségben karban tartani a testemet, hanem egyszerűen a mozgásszerveim, a lábam, a kezem, azok álljanak le, és ne engedelmeskedjenek, ne mozogjanak. És elmentem újra kivizsgálásokról, elmondták, hogy fájdalomcsillapítókkal, meg ilyenekkel lehet ezt kezelni, de kihagytam egy hosszú időt a mozgásban, már a futásban, de meg az egyéb mozgásokban, de most újra elkezdtem egy pár héttel ezelőtt, és nagyon úgy néz ki, hogy minden helyre állt, és mozog ez a dolog. A lábamban, a kezemben, úgyhogy hála Istennek úgy néz ki, hogy újra tudok rendesen mozogni, ami nagyban hozzásegít ahhoz, hogy különböző ne kényelmesedjen el a testem. Ezeket mind csak nem panaszképpen mondtam el, nem szoktam panaszkodni, hanem azért mondtam el, hogy tanúságként azt kell levonni, hogy a gyógyulásra nem egy csoda összejövetel, nem egy gyógyító kéz a megoldás, hanem az Isten előtt a legnagyobb nyugalommal, üdvbizonyossággal akkor tudunk megállni, amikor teljesen mindegy, hogy mi történik az életünkben, milyen kihívás, egyszerűen a szívünkben az van benne, hogy a legnagyobb vágyunk meglátni az Istent, amikor ő érte, bármit meg tudunk tenni. Higgyétek el, ez egy olyan szerelem, ami vetekszik szerintem az emberi szerelmekkel is. És igazándiból Krisztusban akkor tudunk lenni, ugye egy lényegűvé válni, ha tényleg egy lényegűvé válunk vele, és ő mindent az Atya miatt tett, mindent az Atyáért tett. Ő ismerte, tudta, és azt mondja, hogy én azt kérem, hogy ugye ez a János 17-ben a legfontosabb ima, én azt kérem, hogy ahogy mi voltunk, hogy ővelük is így legyél, Atyám. Hogy higgyétek el, hogy a keresztény életnek nem az a célja, hogy megszervezzük a nyári táborokat, megszervezzük a gyülekezeti életet, mert annyira megszerveztük ma már a gyülekezeti egyházi életeket, hogy rá is megy az életünk. Nem tudunk a másik emberrel foglalkozni. Tulajdonképpen egy közösségnek az egész élete elmegy a gyülekezet fenntartására, a gyülekezeti tagok pátyolgatására, ápolgatására, és ezért igazándiból nem jutunk el a lényegig, hogy feladjuk magunkat, hogy éljünk többé nem mi, hanem éljen bennünk a Krisztus. Aztán, amikor kikeveredtem a belső szervi problémákból, amikor kikeveredtem úgymond a testi problémákból, akkor a magánéletünkbe közben a gyermekeim felnőttek lettek, megnőttek, és társuk lett, megházasodtak, és ahogy beérkeztek az én gyermekeim nem keresztények, nem hívőket, akkor így mondom, nem hívőkhöz mentek hozzá, férjül, feleségül, hanem egyszerűen emberekhez mentek hozzá, olyan emberekhez, akik szerintem jó szándékú emberek, de teljesen más kultúrából, teljesen más gondolkodásmódból, teljesen más felfogásból jöttek. Mindig azt tanítottam a gyerekeimnek, hogy Isten dolgaiban, az igazság dolgaiban ne engedjék, hogy meggyőzze őket hamis dolgok, hanem egyszerűen ők gyakoroljanak, akár a társukra, akár kire, mert egy fele másiga is akkor jó, hogyha én tudok, akinek üdvbizonyosságom van, és nem fafejű vallásos őrült vagyok, én nem ezekről beszélek, hanem üdvbizonyosságom van arról, hogy az Isten szeret és az Isten vezet, és az Isten benne él az életem.
figyelembe. És akinek ez megvan, az erről természetesen tud beszélni, illetve hogy a gyerekeink hát velünk nőttek fel, és ők látták, hogy az Isten mennyire benne volt az életünkben. Ha meghallgatod az első 10 részt, ennek a második fejezet kapcsán majd visszanézed, akkor látod, hogy nagyon sok mindenen mentünk keresztül, és a gyerekeinkkel mindig őszinték voltunk. És hát utána mivel is, milyen támadás is lehet, utána jött a lelki kérdés, ha már a belső szervi, a külső szervi, mozgásszervi dolgok helyreálltak, akkor utána az embernek talán ami a legfájdalmasabb, az amikor a lelkét támadja valami. És anélkül, hogy részletekbe mennék bele, mert igazándiból a részletek nem annyira lényegesek, 2022-ben elindult egy folyamat, különösen a nagyfiamnál, ahol egy idősebb hölgyet vett el feleségül, akit meggyőződésem szerint ő nagyon szeret és nagyon él vele, de annyira más gondolkodásmódból jött a hölgy, a menyem, hogy egyszerűen olyan hatást gyakorolt a fiamra, hogy jelen pillanatban most már lassan fél éve ott tartunk, hogy nem látok, nem hallok róla semmit, és most érkezik majd ott a második unokánk, ami igazándiból jelen pillanatban kicsi az esély rá, hogy én őt az elkövetkező időben látni fogom. Nagyon hosszú folyamaton mentünk keresztül, és azt látom, hogy különösen fiataloknál, mi ebből a tanulság, fiataloknál, én szülőként elmentem a falig, tehát minden olyan dolgot megtettem, amit én megtettem, sőt, a habitusomon túl is mentem, de, és nem akarok senkit hibáztatni ebben, de fiataloknál azt látom, és utána nagyon sokat is tanítottam erről, hogy amikor nem tisztelik a kort, és nem tisztelik azt, hogy egy szülő rászánta az életét, feláldozta az életét, és amikor egy társa, aki beérkezik, erre nem motiválja és nem ösztönzi, abból visszafordíthatatlan folyamatok tudnak jönni. És ezért talán azt lehet mondani, hogy rákos betegség ide, cukorbetegség oda, mozgásszervi betegségek ide, oda, amoda. A legnagyobb küzdelmet az jelenti, amikor nem elengedni egy megházasodó gyereket, mert azt az akadályt simán vettem, hanem az, hogy lelkileg azt érzed, hogy a gyereked megy egy nem jó irányba, már beleszólni nem tudsz az életébe, és nem is akarsz beleszólni, de egészen más a tékozló fiúról tanítani, egészen más elolvasni, hogy eljut a moslékos vödörig, egészen más azt napról napra várni, hogy mikor veszi azt észre, hogy az atya házában még a béresnek is jobb dolga van. Ez egy olyan lelki trauma, egy olyan lelki tragédia, hogy talán az elmúlt években fordult meg a legtöbbször az a fejembe, hogy mindenfélétől visszavonulok, mert egyszerűen a legnagyobb fájdalmat az okozza, akit évtizedekig gondoztál, szerettél. Én nem vagyok az a generáció tagja, aki a szeretetemet ilyen állandó simogatásokkal, pusziszkodásokkal fejezem ki, de akik ismernek, az én szeretetem az nyílt, őszinte, és lehet rá számítani egy életen át. És ezért aztán utána a következő adag, ugye, ahogy említettem ebben a részben a magánéletemről beszélek, aztán majd túlépünk ezen a következő részekben. Csak ezt azért szeretném elmondani, hogy nagyon sokan, akik kívülről láttok másokat, és mosolyognak, ráadásul aktívak, teszik a dolgukat, azért érdemes várni mindenféle ítélgetéssel, mindenféle bántással, mindenféle piszkálódással, mindenféle szemétkedéssel, és még fokozhatnám a jelzőket, mert igazániból nem tudjuk, hogy a másik ember életében mi zajlik. Én mindegyőtöknek azt javaslom, hogy amíg nem érdeklődsz egy másik ember után, hogy mi zajlik az életében, legyen ez egy kollégád, legyen ez egy barátod, legyen ez egy rokonod, legyen ez a gyermeked, legyen ez bárki, addig kérlek, ne rohanj neki, mert van, amikor olajat öntesz a tűzre, van, amikor a sebeket nemhogy gyógyítod, hanem még mélyíted, és még elfertőződik azáltal, hogy mi is még rugunk rajta egy lapáttal. És ezért a 2022-es ugye a betegségek eltelt el, a 2023-as esztendő azt lehet mondani, hogy napjainkig, de különösen a 2023-as olyan családi válsággal telt el,
különösen a nagyfiam életé, nagyfiammal kapcsolatban, amiben azt lehet mondani, hogy mára megszűnt vele a kapcsolatunk. Egy olyan gyerekkel, akivel hát egyek voltunk szinte. És ebből mi a tanulság? Nem az, hogy velünk mi történt. Én ezt csak azért mesélem el, mert ebből én három tanulságot vontam le. Az egyik, hogy Isten nagyon sokszor megenged olyat, amit olvasgatsz az igében, a tékozló fiú története, egyáltalán a kor tisztelete, a tíz parancsolatban, a tiszteld apádat és anya, és még sorolhatnám tovább, ezek nem azért kerültek be, hogy romantikus sorok legyenek, hanem nagyon sokszor kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy ezeket át kell élned. És tulajdonképpen ezek a történetek, Jézus mondja, a tanulságunkra írattak meg, az mit jelent, hogy ezek azért vannak a tanulságunkra megírva, hogy amikor belekerülünk ebbe a helyzetbe, akkor tudjuk, hogy mi a vége, mert ugye ezekben a történetekben látod a végét, és azt is arra is kapsz útmutatást, hogy hogyan kell ezeket túlélni. Ebben a családi válságban voltak mély veszekedések, kiabálások, tehát emberi ostobaságok, emberi dolgok is voltak benne, de egyszerűen a tanulság az az, hogy, és különösen fiataloknak mondom ezt, hogy higgyétek el, nem történhet olyan dolog, ami miatt te a szüleiddel szakítsd meg a kapcsolatodat, mert az az idő, amit megszakítasz kapcsolatot, az az idő valamikor, amikor már az eszedhez jössz és térsz, és amikor már az sem számít, hogy most neked volt igazad vagy nem, ez az idő nagyon-nagyon fog hiányozni. Ne felejtsétek el, korlátozott ideig vagyunk ezen a földön, korlátozott ideig tudunk egymással kapcsolatot tartani, a legvégén, az életünk végén azt fogjuk tapasztalni, hogy időből volt kevés. A másik, ezt még egyet fiataloknak hadd mondjak, hogy a kor tiszteletét ne becsüljék le a saját korosztályuktól, az internettől, a különböző közösségi médiákból, social media, ha így tetszik, ha így könnyebb, tehát ezekből soha nem fogsz tanulni és nem fogsz kapni, akármennyire is tűnik ez most hihetetlennek, vagy az 50 év felettiek, 60 év felettiek vén hülyéknek vagy szeniliseknek, nem fogsz tanulni ezekből, mert az élet tapasztalat az a legnagyobb bölcsesség termelő, annál nagyobb, amikor az ember megélt 20, 30, 40, 50, 60, kinek mennyi sikerül évet, annál nagyobb a tapasztalatnál, a bölcsességnél nincsen. És ezért ez kár kihagyni az életünkből, kár, mert a korosztályod ugyanazokat a tanácsokat fogja adni, amit te kérsz, és az engedelmesség nagyon sok esetben azért jó, mert nem értesz bizonyos dolgokat, de az engedelmesség túlsegít ezen. És hogy ne csak fiataloknak, hanem szülőknek is vonjam le a saját példámból a következtetés, szülőként pedig, ha már minden elveszett, minden lehetőség, akkor egyetlen egy dolgot nem szabad elveszíteni, mégpedig azt, hogy soha ne zárd be az ajtódat a gyereked előtt, mert nem tudhatod, még ha nem is azzal a szándékkal jön vissza, hogy belátta a dolgokat, de soha ne zárd be, mert nem tudhatod, hogy mi az, amikor ő megérkezik, és mi az, amikor ténylegesen befogadásra van szüksége. Én a fiammal úgy zártam, hogy gyakorlatban mondjam ezt, hogy sokszor próbálkoztam, nagyon sokszor összeültünk, beszélgettünk órákat, stb. Azt láttam, hogy igazándiból nincs ebben szándék, hogy ő rendezze a kapcsolatot, hanem megy a feje után, és azt írtam neki, hogy én nem fogok tovább, nem tudok tovább erőlködni, meg azon az úton menni vele, amin ő megy, hanem egyszerűen elengedem a kezét, viszont bármikor kereshet, akár éjjel, akár nappal, és az ajtóm nyitva van. Mert nagyon sok helyen azt látom, hogy az okozza a bajt, hogy bezárják az ajtót, és ezt viszont nem szabad megtenni. Teljesen mindegy, hogy mit okozott a gyerek, nem szabad ezt megtenni. Úgyhogy a 2023-as évet főleg, és még talán a 2024-es év elejét végig küzdöttük ezzel. A rákot már elfelejtem, a cukorbetegséget, mivel normál életmódot élek, szinte elfelejtem, a mozgásszervi dolgaimat kezdem elfelejteni, de ami a lelket éri, a legnagyobb türelem, a legnagyobb odafigyelés, a legnagyobb átgondolás, a szájra a legnagyobb zár, az mindig akkor szükséges, amikor az embernek a lelkét éri támadás. És tudjátok, még egy tapasztalat így a végidőkben, így a magánéleti eseményekkel kapcsolatban, hogy mint ordító oroszlán körbejár, ezt nagyon sokszor hallottátok sokan ezt az igét a sátánról. Ez azt jelenti,
hogy igazándiból, ha nem jön össze a testi, ha nem jön össze a fizikális, ha nem jön össze esetleg a gondolati, az elmebeli, ha nem jön össze, hogy elvegye a hangodat, ha nem jön össze, hogy lebénítse a lábadat, akkor megtámadja a lelkedet, és kin keresztül tudja megtámadni a lelkedet, akik a legközelebb állnak hozzád, és még egyet hadd mondjak, általában azokon keresztül, akiktől ezt egyáltalán nem számítottál erre. Tehát egyszerűen értetlenül állsz a dolgok előtt. Úgyhogy a magánéleti időszak, ugye a másik sorozatot is magánélettel kezdtem, ezt csak azért vezettem be, hogy amikor azt halljátok, hogy én észtosztok, meg megmondó ember, meg stb., akkor a színfalak mögött higgyétek el, hogy én ugyanazokkal, van akinek a küzdelmeinél kisebbekkel, van akinek nagyobbakkal, de ha így az elmondottakat végig gondolod, akkor azért nem olyan kicsikkel küzd az ember hétről hétre, napról napra be kell jönni dolgozni, kell tenni a dolgát, a családfenntartó szerep nem szűn meg, ugye én nem szolgálok teljes időben, nem fogadok el semmilyen támogatást, ha engem elhívnak a világ végére megkérni, hogy áldást mondjak egy párra, én a saját költségemen megyek. Tehát egyszerűen ez is ma a világban, én egy olyan szakmában, az építőiparban dolgozom, amiben szinte azt lehet mondani, hogy fél éve nincs munkánk, tehát a tartalékainkból élünk, ami azt jelenti, hogy ezek mind összerakódnak, és higgyétek el a végidőknek, ez nem csak az én életemben ezt azért mondom el, hogy az ördög ezeket mind azért akarja rátpakolni, hogy összeroppanjál. De az összeroppanás ellen egy valamit tud megvédeni, hogyha élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Higgyétek el, hogy nem az a végcél, hogy a világ legjobb gyülekezetében nincs jó gyülekezet. Mindegyiknek megvannak a hibái, nincs jó közösség. Míg emberek alkotják a közösségeket, minden ember hozza a saját hülyeségeit. Tehát egyszerűen, ha van a tökéletes Isten, és azt megtapasztaltad, hogy él, akkor érdemes ő belé vetni a bizalmadat. És ahogy ez szokott lenni, ugye, amikor az ember túl van a magánéleti dolgain, már ha túl tudsz menni, de mondjuk amikor egy gyermeked megszakítja veled a kapcsolatot, azon nem lehet túlmenni. Az álmatlan éjszakák, amikor az ember nézi a plafont, amikor az ember esedezik, amikor az ember belekönnyezik a könyörgésbe, az imájába, amikor az ember bármit megtenne, hogy ez megváltozzon. Nem szeretnék úgy élni, hogy majd esetleg sok-sok év eltelik, mire látja az ember az unokáját, de amikor elfogynak az eszközeid, akkor megint csak oda jutsz, mint a betegségnél. Ne felejtsétek el, a leghíresebb gyógyulás egy vérfolyásrasszony gyógyulása volt, ami miért volt hírhet? Azt mondja, hogy amikor már mindent megpróbált. Amikor már mindent. Én csak javasolni tudom, hogy minél előbb az ember átlátja, hogy az élete az Isten kezében van, nem kell éveket eltölteni azzal, hogy megpróbálja. Gondok jönnek annélkül is, de legalább a feldolgozásukat segíti az, hogy rá tudod vetni. Ez az ige is benne van a Bibliában, hogy vessétek a terheteket az Úrra. De ez nem úgy megy, hogy kapcsolsz egy gombot és ráveted. Ezt akkor tudod megtenni, amikor ő a legfontosabb az életedben. És higgyétek el, hogy ezért munkálkodni kell, ezért össze kell törni, ezért rengeteg mindenen végig kell menni ahhoz, és erre mondja, hogy ha ezt mind végig csinálod, és nagyon közel kerülsz az Istenhez, akkor tudod azt mondani, akkor tudod örömként fogadni ezeket a próbákat. De az ember, mivel érzelemből áll, ezért különösen a gyerekeivel kapcsolatban azért vannak nehézségek. Aztán a nagylányom is férhez ment, ott a fiú úgy döntött, hogy nem szeretné velem tartani a kapcsolatot. Hála Istennek, ott a nagylányom, ő tartja velünk a kapcsolatot, ami nekünk nagyon jó. De hát ez olyan felemás dolog, szegényként eljön hozzánk a férje nélkül. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy azt látom, hogy óriási változást hoz, amikor a gyerekek összekötik az életüket más felfogású, más gondolkodású emberekkel. Szóval meg tudom érteni azt, amit Pál mondott, hogy próbáld meg hitbelivel összekötni az életedet, de sokkal nagyobb küzdelemmel jár, de bízom benne, hogy az Isten kezelni és rendezni fogja ezeket a dolgokat. Aztán ugye még pár dolgot itt befejezésül ebben a részben. Minden nap szinte kapok egy tucatnyi rágalmazó e-mailt, minden nap kapok egy tucatnyi vádló e-mailt. Itt kikészítettem nektek egy párat, ugye minden nap meg kell küzdenem azzal, mert ugye kritikát fogalmazok meg.
a nemzet hamis profétáival, a hamis vallásgyakorlással, a hamis apostolokkal kapcsolatban, amit értelemszerűen az ő híveik gyűlöletként értékelnek a részemről, de őszintén merem nektek elmondani, hogy aki engem ismer, az tudja, hogy én nem gyűlölök. És nem is szoktam gyűlölni, nem szoktam mérges lenni, szoktam indulatos lenni, de a gyűlöletnek a nyoma nincs meg bennem. Nem élnék ma már, ha meg lenne bennem a gyűlölet, ezt ott az első részben elmondtam. De nagyon megdöbbentő, ha csak itt beolvasok egy párat, tehát ezekből a típusokból jön a rágalmazó, a szidalmazó, a megfélemlítő, a megfenyegető, a teológiailag kioktató, tehát egyszerűen napi tucat, több tucatnyi e-mailen keresztül még egy óriási lelki terhet okoz az, amikor az ember 6-7 órán keresztül készül egy prédikációra, oda szánja a hétvégéjét, más ül a napon, én ülök benne az íróasztalomnál, ezeket még egyszer mondom, egy szemnyi panaszkodás nincs bennem, mert annyira hálás vagyok az Istennek, az életem legboldogabb pillanatai, hogy ezzel tölthetem az időt, de aztán az embert néha gyomron üti, amikor ebből kijön. Nekem a szándékaim között nincs olyan, én nem veszem el a pénzeteket, nem kérek senkitől pénzt, aki ad, az azért ad, mert látja, hogy van értelme, de én nem kértem még senkitől, nem kötök senkit magamhoz, nem egy ember nincs, akit én magamhoz kötnék, nem propagálom, nem hízlaltuk fel a dombovári közösségnek a számát, aki oda megjelenik, megdöbben, hogy mi 15-en vagyunk, vagy átlagban 15-20-an, kétharmada társaságnak máshonnan érkezik. Tehát nem történtek meg ezek a dolgok, hogy felpumpáltuk a létszámot. Nem is lenne erre igényem sem, hanem tényleg jó szívvel szolgáljuk az Urat, és aztán akkor beleszaladsz azért egy ilyen pofonba, amikor tényleg családilag, egészségügyileg vagy, akkor még a szolgálatodat is egészen furcsa módon támadják. Hadd olvassak föl néhányat, ki fogom fütyülni, jó, ami tényleg nyomdafestéket nem tűl, de hogy lássátok, hogy milyen. Ez, amit fölolvasok, ez hídgyülekezetéből érkezett, tehát itt mind olyan emberek küldik ezeket, akik valamilyen felekezetnek tagja. Kettőt fogok fölolvasni, a következő pedig a Ráki Tamás féle szervezetből jött. Tehát ezeket csak azért mondom el, mert ez is egy óriási küzdelem, és ezt őszintén kimondom nektek, hogy attól, hogy valaki gyülekezetbe jár, bármilyen neve legyen annak, és ezért én nem gyülekezeteket kritizálok, hanem hamis felfogásokat, hamis gondolkodásmódokat, és főleg azokat a személyeket, akik ennek az élére állnak, és ezt képviselik. Tőle nem hallottatok gyülekezeteket kritizálni, személyek nevét mondom, és irányzatok nevét mondom, pontosan azért, mert ezek csapják be az egyéneket. És megdöbbentő, hogy ott ülnek a sorok között, hallelujáznak, és közben milyen e-maileket tudnak írni. Ezt csak azért olvasok föl kettőt, napi 10-12 biztos érkezik, de azért olvasok föl kettőt, hogy lássátok, és ezek még nem a legmélyebbek, mert valamelyik nyomdafestéket egyáltalán nem tűr, hogy ez is tulajdonképpen, ha szolgálod az Istent, akkor ez beletartozik. Tehát ez beletartozik. Tehát itt megint elolvastuk, hogy mi történt a tanítványokkal, mi történt a Jézus követőivel. Jézus maga elmondja, hogy nem csak a jót fogjátok elvenni, hanem a rosszat is, és embereknek fogalmuk sincsen, hogy mik is ezek, hogy mindent keresztül, hogy itt az ember egy ilyen helyzetben nem magát sajnálja, hanem hogy mindent keresztül a világ megváltója. És az azonosuláshoz ezek az események segítenek. Hadd olvassak fel, és előre elnézést kérek, aki ezeket nem tudja meghallgatni, az majd kapcsolja le, vagy pörgesd el. Egy e-mail a sok bátorító idézőjelben e-mail közül. Fostos Zoli, te meg a rohadt családod csak cigányok vagytok, és hazudtok állandóan, mert bennetek van a cigány vér. Itt egy nagyon-nagyon csúnyát káromkodik. Természetesen a feleséged, a családod és mindenki rohadjon meg veled együtt, mert az ilyeneknek semmilyen élet nem jár. Kérdezd meg a prostituált feleségedet, hogy miket csinál az életében, és miket csinál más férfiakkal, és majd utána rájössz, hogy milyen családod is van neked. A gyülekezetet, pénzét elrablod azon a jogcímen, hogy te vagy a vezetője, hazudozol, hogy csarnokot építettél, és egyszerűen
azért kerültél dutyiba, mert egy büdös cigány vagy, és a véred is lop. Lopós cigány vagy. Csak a lopáson jár az agyad. Rengeteg pénzt loptál a híd gyülekezetétől. Azt hiszed, nem tudjuk. Szégyeld magad, gazember cigány. Ha most tudnád, hogy ezt az igaz levelet kiküldi, akkor beszarnál, behugyoznál, és elbújnál valahová, mert ha megtalálunk, akkor ne tudd meg, hogy mi lesz a következménye. Csak tudod, hogy én nem hagyom annyiba a mocskaidat, a mocskos hazugságodat, elég volt a rohadt hazudozó családodból és belőled. Hát ez egy ilyen kis szösszenet. Aztán ennél finomabb, amikkel, amikor ugye nem tudok e-mailekre válaszolni, higgyétek el, hogy annyi ilyen mocsok, nem szoktam már mindegyiket végigolvasni kommentekhez, meg egyáltalán nem jutok el, mert az ember a saját egészségét védi ezzel, de néha évekre elmegy a kedvem, vagy hosszú hónapokra egyáltalán elolvasni leveleket is, mert nagyon nehéz, és közben pedig nagyon sok olyan levélre ezáltal nem tudok válaszolni, amire kéne. Aztán jön egy szuper szellemis e-mail, azt mondja, hogy figyeljetek, nagyon érdekes, hogy kezdi, azt mondja, hogy Isten áldása szálljon a gyülekezetre, mielőtt levelemet kezdeném, előre is kijelentem, az, amit leírok, az az Istentől jött, a mennyből közvetlenül kaptam, és azért, hogy célba juttassam. Azt mondta az Isten, hogy kedves testvérem, rostás, a tanításai igazságtalanok, részrehajlóak, a tanításai megsértik az Isten igéjét, megsértik a felkent szolgálati ajándékokat, megsértik az Isten embereit, itt felsorol pár igét, teljesen zagyvaság, nem is illik oda, felfedik az Isten embereinek az életét, és az Isten nem hagyja ezt büntetlenül, ezt, hogy az Isten embereinek különös a felkent szolgálati ajándékoknak felfedi az életét. Az Úr hamar eljön, és méltón megbünteti magát, ne legyünk levágott kórok, amik elégnek, jobb félni, mint égni. A nyelveken szólás, aki szól és meg is magyarázza, azzal semmi baj nincsen. Ráki Tamás Isten üzenetét szólja, Ráki Tamás Isten embere, és még sok mindent tudnék mondani, de ezt nem teszem, ő épülésünkre, szépülésünkre szolgál. És akkor leírja a végén, hogy levelem, miután megmondja, hogy meghalsz, ha ezt kimondod, meg ha ugye ez a felkent szolgálati ajándék, hát ez egy régi történet, azt mondja, hogy levelem, és akkor leírja, levelem teljes szívből, teljes szeretetből íródott. Tehát ugye itt megjelenik két kategória még a hétköznapokban, a vallásos őrültek és a szuperszellemiek. Drága testvéreim, itt pedig arra hívom fel a figyelmeteket, hogy nem szabad minden embert hívőnek tartani. Attól függetlenül, hogy a gyülekezeti tagnak mondja magát, és bárhova jár, higgyétek el, a vallásos őrülteknek, a szuperszellemieknek, a vallásos tébolyultaknak olyan mértékben megnövekszik, és a hamis miatt, a hamis aktív munkája miatt, a hamis szolgálatok, hamis gondolatok, hamis beszédek, hamis proféciák, és még sorolhatnám tovább, olyan méretekben megnövekszik, bocsánat, a bolondoknak a száma, hogy ez még iszonyatosan terhelni fogja az embernek az életét, és lehet látni, hogy ezekben az Istentől elfordult személyek kitermelik azt a maguk garnitúráját, akik tulajdonképpen elvégzik azt, amit ő nem mer kimondani, hogy ezt gondolja azokról, akik kritizálják, vagy akik felemelik a szavukat, hanem ezeket az embereket, ezeket a vallásos őrülteket azért tartják ezekben a közösségekben, mert ezek elvégzik ezt a piszkos munkát. Ebben az első részben csak egy rövid belátást szerettem volna adni, hogy is teltek ezek az évek, de még egyszer mondom, ebből ezt egyáltalán ne vegyétek panaszkodásnak, mert én nem panaszkodásnak mondtam, csak azt, hogy bátorítsalak benneteket, hogy az Istennel való egy lényegűség ma már a tét, már nem az, hogy mit van, vagy mit nincs, nem az, hogy mit értél el, vagy mit nem, hanem az, hogy az Isten nagy mértékben ad arra lehetőséget, hogy éljünk többé nem mi, hanem éljen bennünk a Krisztus. És erre szerettelek volna bátorítani benneteket ezzel az epizóddal, hogy én átmentem belső betegségeken, külső betegségeken, lélekbeli betegségeken, és még ugye az elmémet, a szívemet elég rendesen megpróbálják ezek a gyülekezeti, közösségi, emberi terhek. Egy évben körülbelül olyan 1400-1500 e-mailt kapok, és ennek körülbelül az egyharmada azért ilyen jellegű. És
ez így mind rendben van, mert az ige nem olyan, hogy nagyon sok tiszteletet és megbecsülést is kapok, és ezért nagyon hálás vagyok, de ezek is kellenek ahhoz, hogy az ember egy lényegűvé tudjon válni az Úrral. Ahogy a Pál apostol a Róma beliekhez itt levélben mondta, kapunk arra lehetőséget ezekkel az életkörülményekkel, hogy a gondolkodásunk az Istennel kapcsolatban, a hamis istenképeink megváltozzanak. És higgyétek el, hogy ezeket a lehetőséget azért kapjuk, nem azért, mert az Isten el van dobva magától, hanem azért, mert bennünket akar megmenteni, és olyan idők elé nézünk, a végidők vége felé, amikor csak azok tudnak megmaradni, akik egy lényegűvé válnak az Úrral. Azt mondja erre Jézus, hogy nem ismerlek benneteket, mert nem, ha nem vagyunk egy lényegű, ha egy lényegűek vagyunk, akkor ismer bennünket. Úgyhogy erre, ebben a részben ez fér bele, erre szerettem volna felhívni a figyelmeteket, hogy akármin is mész keresztül, ha azt a tanulságot vonod le belőle, hogy ez közelebb vitt az Istenhez, és ennek te tudsz örülni, és tudsz ezért hálát adni, akkor hidd el, hogy a rosszat is jóra tudja fordítani az Isten, és hidd el, hogy életbe lép az, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből. Ugye miért mondja, hogy valamennyiből, mert az igaznak nem egy baja van. Én csak itt a röpke év alatt, mióta tényleg őszinte szívvel igazságban szolgálom az Istent, mert az előző éveim azért hagytak magunk után kívánivalót, volt benne simli, képmutatás, csalás, hazudozás, tehát nem voltam hívő, jó hívő, csak ilyen látszathívő voltam. De amit a tényleg odaszántam az életemet, megnövekedtek ezeknek a próbáknak is a számai, hát látjátok, egészségügyileg, mindenügyileg, viszont az Istenhez sokkal közelebb érzem magamat. És azt kell megérteni, drága testvéreim, és ez lenne a záró mondatom, hogy ebben a földi életben mindent itt fogunk hagyni. Akármennyiszer is meggyógyulunk, meg fogunk halni, ha nem látjuk meg az elragadtatást. De egy valamire adatott ez a földi élet, hogy az Istenhez közel kerüljünk. És ha mindent erről, ha erre szántjuk oda az életünket, nem azért, hogy gyülekezeti kapcsolataink legyenek, nem azért, hogy a legjobb gyülekezetbe járjunk, és még sorolhatnám tovább, nem azért, mert unatkozunk, nem azért, mert vallásos érzületeink vannak, akkor az Isten bármit meg tud velünk tenni. Viszont te ezt mind úgy tudod fogadni, hogyha megtart, dicsőség neki. Az én kedvenc történetem a Sidrák, Misák és Abednégó története, akik ártatlanul iszonyatos nagy próbába keveredtek. Nem volt elég, hogy elhurcolták őket Babilonba, még próbába is keveredtek. És a következőt mondták. Ha az Isten meg tud tartani bennünket, ha megtart, dicsőség neki. Ha meghalunk a kemencében, dicsőség neki. És higgyétek el, hogy ez az a hit, amiben túlélték a Babilont, ők Babilonba éltek, amiben most mi gyaloglunk bele szellemi értelemben, túlélték a fizikai ártalmakat, a tüzet, és még sorolhatnám tovább, nem akarok erről most beszélni, de miért élték túl? Mert az Isten szerelme volt az első az életükben. Én erre szerettelek volna bátorítani benneteket ebben az első részben, és fogok jelentkezni a következő epizóddal. Isten áldjon meg benneteket!